Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 30-a az egy portál nap. Kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító ereje, és itt kinyílik egy lehetőség a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Ez a szertartás este 11 órakor kezdődik. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Akkor csoportosan vagyunk, az energia az erős, ezen a szertartáson. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Azt, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki, a forrás az a maja naptár. Erről a maja naptárról beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám az 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy tartották, hogy ez a szám szerencsét hoz. Ez a portál nap a 12. hullámban van, ami eltart május 8-áig. Ez alatt a hullám alatt, tehát így a napokban, ha valamit indítunk, vagy aláírunk egy szerződést, tehát kezdünk valamit, akkor az sikerekhez vezet, ez gyümölcsözni fog. Ez nem lesz azonnal látható, kell egy kis türelem, de legyen meg a bizalom, hogy tényleg ez sikerekhez vezet. Ez a portál nap, április 30-a az 5. nap ebben a 12-es hullámban, és az azt jelenti, hogy lezárunk valamit, vagy befejeztünk valamit, és lesz egy új irány, lesznek új ötletek, lesznek változások, lesz egy új kezdet. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet változás a családon belül, vagy költözködés, vagy azt is jelentheti, hogy lesz egy új irány a párkapcsolatban. Sőt, arra is utalhat, ha ez a férfi például, ez a férfi egy kapcsolatban áll, hogy most ő lezárja ezt a párkapcsolatot, és veled együtt tervez egy új kezdetet. Persze ez az új irány lehet egy új szerelmi kapcsolat is. Amit még ez a nap jelenthet számunkra, hogy vannak külső befolyások, ezeket észre kell venni, meg elgondolkozni azon, hogy ki milyen szándékokkal közeledik. Lehet egy jó ajánlat, lehet egy szép barátság, ezt el kell fogadni, de ha úgy érzitek, hogy valaki negatív irányba akar befolyásolni téged, akkor zárd le ezt a kapcsolatot. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a portál napon lamat uralkodik. Lamat lefordítva csillagot jelent, ez látható a képen is. A majáknál ez a lamat csillag Vénusz bolygóra utal. Tehát itt van Vénusz bolygó energiája, ami egy erős szerelmi energia. Mindazok,
a témák megjelennek most, amire Vénusz bolygó utalhat. A nőiesség, a szép környezet, a szépség, a művészetek, a harmónia, az igazság és a szerelem. Ez a fő téma most ennél a szertartásnál, ezen a portál napon. Összefoglalnám, hogy miről van szó. Ennek a szertartásnak van gyógyító ereje. Felszabadít a félelmektől, a bizonytalanságoktól. Itt lesz egy új kezdet, egy új irány, a tervek megvalósíthatóak. Egy szerződés aláírása előnyökkel jár. Azon kívül megvan a béke, a harmónia, és erősíti ez a szertartás a nőies energiát, a magabiztos fellépést, hogy mások észrevegyenek bennünket, mint hölgyeket. Lehet, hogy változik valami most a külsőnkön, ügyelünk arra, hogy meglegyen ez a szépség, a jó ízlés. Azon kívül kihat ez az energia, sőt, ez a szertartás erősíti ezt, kihat a szerelmi életre, a párkapcsolatra, hogy ott legyen egy új irány, egy új kezdet, vagy egy új kapcsolat, vagy hogy ő felvállaljon téged, szerencsét hoz a szerelemben. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy megkereshetsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!